Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, meghívott vendégeinket, intézmények ellátottait és dolgozóit. Külön tisztelettel köszöntöm Mikola Gergely polgármester urat és mindenkit, aki megtisztelt minket jelenlétével. Intézményünkben immár hagyománnyá vált, hogy minden év októberében egész hónapos programsorozattal kedveskedünk a szépkorúaknak. Ez az idén sem marad el. Az irántuk érzett tisztelet és megbecsülés számunkra szívből fakadó érzés. Feladatunk az ők segítésük, támogatásuk. Felkérem Mikola Gergely polgármester urat, nyissa meg a 2024 évi idősek programját, és köszöntse ellátottainkat. Tisztelt szépkorú hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Október 1-e az idősek világnapja, illetve ekkor tartjuk meg az idősek hónapját az intézményeinkben. Encsváros önkormányzata nevében munkatársaimmal közösen köszöntjük mindazokat az embereket, önöket, akik hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött. Az idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről, szeretetükről szól. Tiszteletünk magába foglalja elfogadásukat, szeretetüket és annak kifejezését. Kinyilvánítjuk, hogy nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a bölcsességre, tüleremre, elfogadásra, amivel csak is ők rendelkeznek. Feladatunk lehetővé tenni számukra az időskorhoz méltó életet. Támaszt nyújtani, vigyázni rájuk, segíteni őket, hogy örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, mert fontos részei az életünknek. Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt ad nekünk. Kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra. Szeretni a legcsodálatosabb dolog a világon, és a legnagyobb öröm is. Tudni azt, hogy vannak emberek, akik fontosak számunkra, és mi is fontosak vagyunk számunkra. Szeretet nélkül nem lehet élni. Egy bölcsmondás szerint a világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje. Az idősek napja alkalmából az év valamennyi napjára ezekkel a gondolatokkal és Osváth Erzsébet versével kívánok önöknek nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet. Velem voltál örömömben, velem voltál bajban. Velem voltál, ha sírtám, velem, ha kacagtam. Meséltél és meséltél igazakat, szépet. Kívántam, hogy a mesét soha ne érjen véget. Mit adtam én cserébe? Te azt sosem kérted, de talán a két szemem elárulta néked. Encsváros önkormányzata nevében még egyszer kívánom, hogy érezzék környezetük figyelmét, az intézményünk és a családtagjaik szeretetét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, polgármester úr, szívhez szóló szavait, és most fogadják nagyon sok szeretettel az Encsi Csodavár óvoda és bölcsöde Csutka Baba csoportjának interaktív, vidám műsorát. Az Encsi Csodavár óvoda és bölcsöde nevelőtestülete és gyerekközössége nevében szeretettel köszöntöm az otthon minden lakóját és dolgozóját. Ismét elérkezett az október, az idősek hónapja, amikor fokozottan figyelünk nagymamákra, dédikékre, nagypapákra. Maroknyi kis csoportommal, a Encsi Csodavár óvoda ittedlás Csutka babáival eljöttünk, hogy egy kis műsorral vidám perceket szerezzünk a megjelentettek. Kérem, fogadják őket olyan nagy szeretettel, mint amilyen szeretettel ők készültek erre. Műsorunk végén pedig egy kis közös játékkal készültünk, hogyha szabad. Szép korúak adhatnak.
jó estét hoz haza. Mit játszunk, lányok, azt játszunk, lányok, csicseréket, bugyborékot, csücsüljük le, lányok. Játszunk borhása. Játszunk. Fordulj, borhába.
sűrű erdő következik. Sűrű erdő. Mutassátok a helyzet. Kopasz mező, pillogtató, szipogtató, kátogtató, ölelje. A napsoroló. Hétfő. Kasszúj. Kedden. Krumpli. Szerdán. Káposzta. Csütörtökön. Pénteken. Kasszúj. Szombaton. Krumpli. Vasárnap. Kasszújos. Krumpli. Káposztás. Jó? És akkor kitűz fogás? Gajos a bolyam. Kertem alatt kiöntött a kertem. Gyere, rúzsám, tapsolj a markomba. Ha tapsoltál a markomba, adj egy csókot az arcomra. Köszönjük szépen a kis játékot! Nagyon szépen!